hit, remény után fellobbant a szeretet gyertyája is a város adventi koszorúján december 15-én a Szent István téren. Farkas Attila, adventista lelkipásztor ige hirdetésében úgy fogalmazott, hogy bibliátlan hagyományokat követve advent heteiben az ajándékozás, a vásárlás kerül előtérbe. Azt mondta, talán jobbá lehetne a világ, ha Krisztusra, Krisztus születésére emlékeznénk. Jézus Krisztus eljövetele dicsőségben nagyon közel van. És akik őt élő hittel várják, azoknak, ahogy a felolvasott ige mondja, másodszor bűn nélkül jelen meg üdvösségükre. Egyházam és családom nevében kívánok kedves minnyájuknak az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére váró adventet, mely tartson egész életükön át, és kívánok bibliás egyszerűségű áldott ünnepet, és Istennel szerzett tapasztalatokban gazdag új évet. Szálljatok le, karácsonyi angyalok! Tejfel Borbár a karácsonyi énekét követően az adventi koszorú harmadik gyertyáját Páfi Anikó, a Berettyóújfalui járási hivatal vezetője gyújtotta meg.